Emléktáblát avattak Székhelyi József emlékére, így zajlott az ünnepség. Fotó: Székhelyi József több mint 30 éve élt Szófia utcai házában. Gnák László Székhelyi József 75 születésnapja tiszteletére emléktáblát avattak Szófia környéken. Az apja miatt otthonról megszökött ukrán menekült, szerint a felesége volt a hibás. 2018-ak. Míg megőrzik emlékét az avatáson, fia Székhelyi Márton szólalt fel. A ház fontos szerepet játszott apa életében, gyermekkorában 30 éve él itt és sokat mesél róla. Kezdte Székhelyi legidősebb fia 4-5 hónapja, hogy elment, és a mai napig nincs. Domináns apa minden nap velünk volt, mondtam Matton Abliknek. Székhelyi József legkisebb lánya mindössze 7. Ha ezt a mai napig megkapja, sajnos csak közvetve ismeri el. Martin kiemelve, hogy családja számára igazi ünnep volt az emléktábla avatása. Hétről Lugor: egy 6 éves fiú veszekedés után a szülők sírnak, miközben átölelték a gyermek, letakart testét. Képtár.